Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Centrum Sakiskola YouTube oldalán! A mai videó egy kicsit rendhagyó lesz, és szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan tudjátok az elméleti tudást, amit itt megszereztetek az előző, hát közel 35 videóból, átültetni a gyakorlatba és feladatokat fogunk közösen megoldani. Alapvetően olyan feladatokat gyűjtöttem, aminek én sem tudom a megoldását. Ezeket a feladatokat a New Inches magazinból, talán ugye a világ leghíresebb hát, magazinjából gyűjtöttem. Mindig van egy olyan ro rovat, ahol kilenc taktikai feladatot adnak, elvileg nehezedő sorrendben ezt pár napja hozta a postás, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek a feladatok. Eddig csak annyit csináltam előkészületként, hogy mindegyiket bevittem a chessbase -be, hogy ne azzal menjen el itt az értékes időnk, hogy, hogy hát bevisszük a, a, játékokat, és itt a játszma részleteket, és úgy fog kinézni ez az egész, hogy én hangosan fogok gondolkozni, és el is mondom, hogy én mire jutottam. Közben javaslom, hogy ti is állítsátok meg majd a videókat, ti is nyugodtan gondolkozzatok. Szerintem az azért még könnyebb feladatok lesznek, aztán a végén már nagyon nehéz feladatok szoktak lenni ebben a magazinban, és akkor a végén ellenőriznénk is, mert nem biztos, hogy mindegyiket sikerül megoldani, illetve lehet, hogy esetleg több megoldás is van, ezt itt a, a füzetből ellenőrizni is fogjuk. No hát akkor csapjunk is bele, és hát kezdjük az első feladattal, és hát itt ebben az állásban, amit láthatok, sötéttel vagyunk lépésen. Itt neveket nem is ad meg, azt majd Úgyhogy a megoldás részen fogjuk tudni kitalálni. És akkor én hangosan gondolkoznék, ezzel ugye egy kicsit tudjuk itt a, a taktikai motivumokat, matképeket gyakorolni, amiket ugye itt tanultunk. Ugye már 10 matkép felkerült. Ha esetleg lemaradtatok volna róla, akkor azokat érdemes visszanézni. De akinek ez könnyen megy, már lehet, hogy az már egy egyszerűbb sorozat. No, hát mi hogyan gondolkoznék ebben az állásban? Hát e, szerintem nekem már meg is van a megoldás. E, alapvetően ez egy könnyebb feladatnak érzem, mert az ellenfél királya nagyon-nagyon szabadon van hagyva. E, ez a vezér játékon kívül van rekedve, és hát van egy nyílt vonalunk, és e, hát ugye mi vagyunk rajta, tehát mi tudjuk ezt megszállni. És az úgynevezett elterelés motivumát alkalmaznám. Igyekszem nem meglépni azonnal a lépéseket, hanem fejben először elmondani, hogy tudjuk követni, és akkor utána meglépem, és akkor a végén pedig majd ellenőrizzük a feladatokat. Itt ebben az ázsban Bástya H2-sakkot adnék világosnak és királyüti H2-re pedig vezére fármat lépnék, és gyakorlatilag ott a bástya H8 matt az, bástya H8 király G1, és akkor a H1-es matt szinte védhetetlen erővel jön. És még azon gondolkozom, hogyha rögtön király G1-et lép, annak van-e bármi jelentősége, de szerintem nincs ott is vezérel fárom jön. Ott is már le kell ütni a bástyát, és jövünk bástya H8-al. Ebben 100%-ig biztos vagyok, és akkor ezt itt meg is jelölném, aztán természetesen majd ellenőrizzük. Tehát Bástya H2 sak, Királyüti H2, és vezér nagyon fontos lépés, mert ha rögtön jössz, akkor Király G2 után ugye nem lesz vezér lépés, tehát rögtön vezér lépünk, és gyakorlatilag ezzel a mattal fogunk itt érkezni profilaktikusan léphet egy királyi egyed, de ez nem sok vizet zavar. Itt ugye mattot tudunk adni h 1 Nekünk még annak idején azt tanították, hogy minél kisebb értékű figurával adsz mattot, annál elegánsabb a matt maga, tehát legyen a bástya hágy, de természetesen a vezér hágy is jó megoldásnak tűnik és ugye amit mondtam, ha király G1, akkor pedig vezérel fárom után ugyanazok a mattok fognak kialakulni. Jó, első feladat szerintem megoldva, szerintem ez nem volt olyan nehéz, klasszikus elterelés, és a gyengeség nagyon adta magát, ugye itt a királyok helyzetében volt óriási különbség, bár szimmetrikus itt a gyalogszerkezet, de mégis ugye az én tisztjeim sokkal aktívabbak, és sokkal nagyobb harmónia van az én állásomban. Nézzük a második feladatot. Itt sötéttel leszünk, ez már egy picit komplikáltabbnak tűnik. Megint azt javaslom, mint az összes feladatnál, ezt nem fogom vége mondani, de ugye állítsátok meg, és ti is próbáljátok meg kitalálni, és ti is próbáljátok meg gondolkozni, hogy, hogy mit lépnétek, és milyen okból kifolyólag. Tehát itt ebben az állásban van egy minőség hátrányunk egy gyalogért, cserébe, tehát úgymond egy egység előnye van a világosnak, de, de nekünk itt futópárunk van. Ez a D3 gyalog, ez nagyon szimpatikus nekem. Ugye itt egy taktikai gyalognak szoktam hívni, amikor az első, második vagy a harmadik sor közelében van a gyalog. Királyok helyzetét illetően, hát nyilván a világos királya gyengébb, de azért nekünk is minimális alapsori problémáink lehetnek. És sötét is egyértelműen aktívabbak. És akkor keressünk lépésjelölteket. Az első az futói f 2 lenne, királyú f 2 vezér B6, de ott mintha simán lenne vezér C5, és akkor annak nem sok értelme lenne. Valami átlós mattot keresnék így első körben. De nem az lesz a megoldás, ha jól látom, akkor itt a futó F1 lépés lesz a megoldás. Igen, közben hangosan gondolkozok, tehát lehet, hogy, lehet, hogy elhibázok valami, de futó f lenne a második lépés jelöltem, eh, ahol vezér G2 mat fenyeget, ha bástya F1-et lép, akkor futó üti F2, eh, bástya üti F2, bármelyik bástya üti F2 után lóg a C4 vezér, ugye védtelenné válik, és akkor döntő anyagi előnybe kerülünk, futó F1-et királyjal nem ütheti le, mert vezér H1 mat érkezik, ha F3-at lépne, az nem lenne rossz, csak szabálytalan, mert a c futó leütni a G1 királyt, szóval ez sem működne. Tehát én azt gondolom, hogy itt futó F1 lesz a, lesz a helyes lépés. Hmm. Nem ez volt az első gondolatom, de a világos mezők segítettek, mert ugye iszonyatosan ki vannak gyengülve. Ugye ez nagyon gyakori, amikor minőséget áldozunk, hogy az egyik színű mező nagyon-nagyon kigyengül, főleg, hogyha, hogyha futó van. És ugye, ahogy említettük, hát a királyú akkor matot adtunk, itt ez a taktikai gyalog besegít ha bástya üti F1, akkor meg futó üti F2 és vezér üti után, itt ebben az ásban már nekünk van vezér előnyünk. sok gyalogunk is van, ezt könnyű szerrel meg fogjuk nyerni. Tehát itt futó F1 a jó lépés, egy fokkal mindenképpen nehezebb volt, mert olyan szétszólt az állás, nehezebb volt a taktikai logikát megérteni, de ez, a, ez, az elterelés és a ráterelésnek a, a motivuma, amit itt futó F1-jel láthattunk. Eee, jó, következő feladat, eee, szintén eee, sötéttel jövünk lépni. Azt mondja, hogy mm, anyagilag ugye egálba vagyunk királyok helyzetében, megint azt tudnám elmondani, hogy fekete jobban áll egy picit, alapsor egy nagyon pici gyenge, de a G2 király mégis olyan ingatag, de szerintem amit ezt a partit el fogja dönteni, az a C1 bástyának a lógása, első ötletnek felmerül a vezérüti C1, mert ugye bástyőti C1, bástyőti C1 után két bástyát hozunk létre a vezérért. Én ott egyértelműen biztos vagyok benne, hogy sötét jobban áll, mert nyílt vonalunk van, bent vagyunk az ellenfél állásába, de ugye ahogy Oscar Wilde is mondta, egyszerű ízlésem van, mindenből a legjobbat szeretem. itt is valami mást keresnék. Ugye rögtön nem üthetek bástyőti C1-re, mert van vezérüti E3, és ott ugye anyagot vesztünk, de szerintem a motivum itt is hasonló lesz, mint az előzőben, és itt futó H3 sak, az ami szimpatikus nekem, és királyüti H3-ra vezér H6 csak nagyon fontos közbeiktatott lépés, királya vissza kell menni g 2 és akkor ütöm le a C1-et, és akkor bástyű üti C1, bástyű üti C1, vezér üti C1 után, ugye ha jól számolom, egy minőséget nyertem, igen, és az egyértelműen erősebbnek értékelem, mint a vezér a két bástya elleni pozíciót. Mindkettőben jobban áll a sötét, de a másodikban ez inkább nyerés. Ugye ja, mit léphet még futó H3-ra, király H1-et léphet, de ott meg egyszerűen, ha jól látom, csak leütöm az L2-t, futóüti e 2 futóüti F1, és ott úgy lesz minőségelőnyünk, hogy még vezéreket is cseréltünk, és jó esélyre a bástyán bejut C2-re, ami további anyagi veszteséget fog itt előidézni. ebben is biztos vagyok, ezt is megjelölném, tehát futó H3, sok. Jó lépésnek tűnik, leütöm sak, ugye elviszem a lógó figurát, és akkor most már van bástyőti c1, bástyőti c1, vezérüti c1, és ez, ez szerintem egészen sima nyerés. Ugye itt, itt nincs semmi kompenzációja, ha pedig király h1-et lépsz, akkor meg egyszerűen le, leütöm, és ezt is leütöm és akkor amikor leütöd, akkor ezt mondtam, hogy a bástya megjelenik a C2-n, és akkor itt a második soron elkezdem ütni a gyalogokat. Azt szoktuk mondani, hogy amikor van egy bástyám a második vagy a hetedik soron, ugye attól függ, hogy világos, vagy sötéttel nézzük, az legalább egy gyaloggal felérő kompenzáció, hát itt konkrétan meg is kapjuk a gyalogot. Illetve az első változat az meg a vezérüti C1 volt, amit mondtam, ez is szimpatikus, hmm hát ezt olyan egyenlő plusz, kis mínusz pluszra értékelném, azért ezt se játszanám világosra, de a futó H3 egyértelműen jobbnak tűnik. Jó, három feladat megoldva, még 60 vissza, egyre nehezednek, majd a végén számoljátok össze, hogy nektek mennyi sikerült, és nyugodtan írjátok meg, mert, mert erre rendkívüli kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy következő feladat, itt is a sötéttel vagyunk lépni. Hát itt egyértelműen a fekete királya az, aki jobban áll. Tehát ez a H1 ott nagyon nem tetszik be van szorítva, és valamit ezzel kezdenék így első, első körben. Igen, mindenképpen ezzel kezdenék valamit. Anyagilag van egy gyalog hátrányunk, de világosnak izolált a H2, gyalogja F2, F3, szintén izolált és dupla. Futó elvileg két oldal egy gyalogoknál jobb, mint a huszár, de hát azért ő most, mintha nem állna túlságosan jól. Viszont ami nem tetszene, hogyha ő a bástyákkal a hetedik sorra betörne. Tehát a két bástya megjelenik a hetedik soron, az nem szimpatikus. Keresünk lépésjelölteket. Első körben bástya ötre gondolnék, mert az nyer egy gyalogot, de megint csak azt érzem, és mivel jó sok, sok, magazint elolvastam, már így sejtem, hogy jobb is lesz, eh, hogy Bástya után leütöm az A2-t, és utána az F2-t is mondjuk le tudom ütni, de mondjuk Bástya 5 lehet, hogy csak simán jön az, amitől féltünk, hogy Bástya e, e 7 Bástya üti A3, Bástya üti és ott minimum örökös akkor a világos, de, de valószínűleg inkább lenyeri a 23-at. Tehát azt ott nem nyerem meg, tehát Bástya kizárom, eh, ugye az ott egy úgymond nyárs lenne, hogyha az A3 és az A2 futóra támadnék rá. Ha ütöm az F2-t sakkal, akkor király G2-t tempóval jön, és megint nyer annyi időt, hogy bejön Bástya E7-re. Hiába lépek Bástya D2-t, úgy látom ott van Bástya E7, és az megint nem tetszik. Valami mathálót kéne csinálni, és azt bástya g lehetne létrehozni. Na most a bástya g az első körben azért tetszik, mert uh, 20 f2 mattal fenyeget, és megvédem a g7 pontot is, tehát, uh, tehát ugye nem lesz ellenjárása. Bástya g5, bástya f1 egyetlen lépésnek tűnik, vagy bástya e2-t is húzhat, de akkor már tudom hozni az én saját bástyámat is, mondjuk Bástya E8-ra, vagy Bástya D8-ra, és akkor ilyen Bástya D1-es elterelésekkel próbálnám be bebattolni az ellenfelet. Hát, nekem az most elsőre eléggé szimpatikusnak tűnik, de ezt nem érzem annyira kényszerítőrejűnek, tehát hogyha tényleg ez a megoldás, akkor, akkor ezt egy kicsit gyönge feladatnak érzem, mert mert ennél forszírtabb megoldás vártam, illetve Bástya g még hozzátenném, hogy futó c se léphet, mert azt leütjük. Hát én, én, szerintem ez a megoldás, de ez nem tetszik ez a feladat. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. ennél valami, valami erősebbet vártam volna, de, de lehet, hogy nem ez a megoldás, majd megnézzük a végén. Ugye a F2 mattal fenyegetek, az biztos. Ugye futó c be tudod védeni, de akkor leütlek, tehát az tisztet veszít. Bástya e 2 hozom a bástyát, és bemattollak. Tehát itt túl leszel terhelve, és ez a bástya nagyon játékon kívül van. Szóval igazából ez a kérdés, és akkor itt bástya fegy után, én igazából most így első körben nem nagyon látom a különbséget, hogy bástya D8, vagy bástya E8. Ja, de bástya D8 jobb lesz, mert ha bástya, igen, bástya D8-nak az az értelme, hogy ide szeretnék lépni, és bástya ide egy low F2 mat. És az lehet a különbség a kettő között, hogy Bástya E8-ra van futó B4, és akkor megfogja az E1 mezőt. Bár szerintem itt is nagyon jól állunk, de, de lehet, hogy ez még erősebb, és itt hiába lépsz futó B4-et, mert betörök. Futó E1, Bástya üti E1, és Bástya üti E1, Huszár üti F2, sőt, ha jól látom, akkor ló F2 ugyanúgy megnyeri a partit és matot adunk az alapsoron, ahogyan csak szeretnénk. És ugyanúgy, ha a bástyával jönne le, Bástya C7 és Bástya C1 útján, akkor itt a Ló 2 az kötés miatt mat lenne. Szóval, szóval szerintem ez a megoldás. Igen, most már egyre biztosabb vagyok benne. Valószínűleg ez volt benne a csapda, hogy, hogy Bástya 8 vagy Bástya E8 a, különbség. Negyedik feladatnál szerintem nagyjából jogos, nagyjából jogos. Jó, világosan lépni, ötödik feladat. Hú, egyik király se áll jól, maradjunk annyiba, de azért a király h borzasztóan néz ki. Sötétnek van egy gyalog előnye a hetem, világosnak dupla gyalogja van, izolált van, de ezek a nehéz tisztvég ezek nagyon sokszor a e, mattal dőlnek el. E, itt nagyon óvatosnak kell lenni. Hát fekete ugye fenyeget Bástyai f 2 t lépni, és ott mattot kapunk király egy vezér H2 után, tehát biztosan gyorsan kell cselekednünk. Ilyenkor érdemes a kényszerítő erejű lépéseket ladba venni. Mik ezek? Bástya H7, Bástya üti H5. Hát tulajdonképpen ez a kettő, és biztos vagyok benne, hogy az egyik jó lesz. Bástya H7, király H7 után Bástya h 7 nem megy, mert a H4 vezér leüti. Bástya H7, Király H7, Vezér D7, Király H6 után meg nincs értelmes sakkunk. Tehát Bástya H7-et kizárom. Bástya üti H5 sakkot vegyük akkor első körben. Hogyha G üti H5-öt lépsz, akkor Vezér G7 az mat. Hogyha Vezér üti H5-öt lépsz, akkor Vezér G7, Király G5, Bást... Csak D5. Király H4. Az hogy lesz jó? Bástya H5, király H5, és egy lehetőség, meg a vezér H5. És a vezér H5-ben az egy csapda lehetőség, hogy a király H4-en el tud bújni. Bástya H5, vezér H5, ne ugrándozzunk a változatok között, majd utána megnézzük a király h 5 öt vezér g7, király g5, pástya d5, király h4, vezér e 7 van g5, és az nem tetszik. Básty, de biztos, hogy ez lesz a megoldás, csak még nem tudom hogyan. Bástya h5, vezér üti h5, akkor máshonnan kéne sakkot adni. Vezér h8-nak van értelme? Vezér h8, Uh, király G5, Bástya D5, Király H4 megint, Bástya üti H5, G üti H5, és vezér F6 az mat. Az előbb is lehet, hogy megt volna mat. Uh, igen, de ez viszont biztosan mat. Jó, oké, okay, ez így mat. Akkor Bástya H5, G H5-öt megnéztük, uh, vezér h megnéztük, Király üti H5, az még gyanúsabbnak tűnik. Bástya H7, e, Király G5, és hát jó, vezér d 8 a fixen nyerem a vezért, e, és a partit, szóval az, azt már nem is számolnám tovább. Jó, e, igen, itt e, hát e, e, szerintem adta magát, hogy mi lesz a megoldás, csak technikailag kellett itt okosnak lenni, mert rá kell szállni az időt, e, lehet, hogy volt, aki gyorsabban látta, mint én, e, de szerintem az a lényeg, hogy megtaláljuk. E, tehát sakkot kell adni, mert különben ég a ház, és akkor ez volt itt a jó sakkunk, hogy bástyőti H5, és ha GH, akkor bemattoljuk. Uh, ugye ez gyakorlatilag egy ilyen átló nyitó lépés, mert a vezér valahol megjelenik. A vezér H5 volt talán a legnehezebb változat, és nem zárom ki, hogy itt van jobb megoldás, de nézzük meg még egyszer ezt ide. Sakk. Hát igen, ezt 7 is lehetett volna csinálni, és akkor itt bemattoljuk. Jó, hát azért nem meglepő, hogy a H4 királyt bemattoljuk, és ugyanez működött volna a vezér g is, akkor gondolom. Sok. Ja, bocsánat, nem működik, mert akkor a H5 az, H5-öt azt a királya is tudja ütni. Ó, oh, 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 akkor ez a trükk benne. Igen, igen, akkor viszont csak a vezér H8 tűnik így elsőre jónak, és akkor így mattoljuk be az ellenfelet. Jó? És ha meg királyjal ütöd le, akkor e, azt mondtuk, hogy sok, és jó, hát az itt is több nyerés van. Ja, itt van matunk egybe. <laughs> Én vezérdény 8 lenyertem volna a vezérét az ellenfélnek. Ugye a Kasparovnak volt ez a híres mondása, hogyha e, matot adhatsz, vagy ha lenyelheted az ellenfél vezérét, akkor mindig nyerd le a vezért, mert az a tuti. Ha matból úgymond kilép, akkor az kellemetlen lesz. Persze vezére az mattal érkezik. Jó, oké, okay, ez már egy kicsit nehezebb volt. Um, Kicsit össze lehetett gabajodni itt. Sok, sok változat volt, sok eltérésre és sok lehetősége, milliós akadással, de szerintem ezt jól oldottuk meg. Következő, itt sötéttel vagyunk. Nagy végjáték. Mondjuk ebben a taktikás sorozatban ritka a végjáték, de én szeretem a végjátékokat, és sokat tanulmányoztam őket. És a és az új könyvemben, ami 2022, hát a március a környékén fog megjelenni, ott egy külön fejezetet is szentelek a végjátékoknak, és az, hogy ezeket hogyan kell megtanulni. Nekem van egy elég különleges módszerem, amivel, amivel megtanítom a, a, tanítványaimnak, és, és szerintem ez nagyon jól lehet használni, tehát például a legutóbbi versenyemen, a Talentum kupán, ott a, a Fehér Tamás ellen nyertem egy hasonló ellenkező színű futós végjátékot. Jó, ott volt két fórom, de azt hozzá kell tenni, hogy az nem olyan egyértelmű, még két gyalogforral se, hogy hogy kell megnyerni egy ellenkező színű futós végjátékot. No, e Elsőre az jutott eszembe, hogy ez nem -e az a Sirov parti, amikor ott tisztet áldozott, de szerintem ez nem az. Ugye Sirovnak van egy nagyon híres ellenkező színű futós végjátéka, de viszont itt hát biztos, hogy jobban áll a fekete a C3 gyalog miatt, és azért, mert ez a Nike pipa alakzat sötét mezőn van, és ezért egyesével megpróbálom őket lenyerni. De ha jól látom, itt egyszerű taktikával nyerünk, és itt nem kell döntő terveket keresgetni most nyilván eszembe jut olyan terv, hosszú táv, futó L7 F6 G5, de szerintem mint hogyha erre abszolút semmi szükség nem lenne mert futó üti H4 az nyer és G üti H4 G5 HG H4 és uh, ugye a futóddal ha elmész, akkor a C gyalog megy be, hát ha királya elmész be, akkor leütöm a C2-t, és te még iszonyú messze vagy attól, hogy bemenjél, tehát futó H4 GH G5 HG, H4, F4, H3, F5, H2, G6, eh, akár FG, FG, és bementem, gyorsabb vagyok, mint te, és jó esélye lenyerem a gyalogodat, vagy még akár be is mattolhatlak. Ha meg nem ütöd le, akkor megnyilván visszahozom a futót, és G5, H4-jel megyek előre, és megint csak szabad tudok képezni, meg lehetősen messze van a két szabad egymástól ennek nyernie Ezt Nem ez könnyebb volt, mint az előző de mondjuk lehet, hogy azért, mert szeretem a végjátékokat, meg azért ugye taktikai sorozatban nem sima végjáték tervek szoktak lenni, hát ezek bemennek, ezek a gyalogok itt jóval gyorsabban, és hány vezér, itt vagy, a vezér D5, következőbe ütöm a futót, simán megnyerem a partit. Ha meg nem, akkor meg visszahúzom, G5, H4, és bementem, és megnyerem a partit. Jó, uh, szerintem ez könnyebb volt ez a hatodik, még három van vissza, az utolsó három szokott nehezebb lenni, szóval húzzunk bele, uh, és és próbáljuk meg ezeket is minél jobban megoldani. Hetedik feladat, uh, most úgy látszik, itt nagyon sok feladatban a sötét lép, uh, akkor itt elmondhatjuk, hogy black is oké, okay, ahogy a Dorian nagymester mondta. Huha. Uh, Nekem ez ami c 3 as szicíliainak tűnik, ami, ami, kialakult így szerkezetileg. Hát igen. Mm, világos királya egyelőre biztonságosabbnak tűnik, és most a sötété az, aki egy picit támadható. E, ilyen huszár G5-ökkel, H4-H5-ökkel. Az egyelőre nem biztos, hogy tetszik. Bástyőti E6 egy esetleges motívum, bár az még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Viszont a, a harmónia nem tetszik fehér állásában, szétszórt az egész állás, és ezt kéne valahogy kihasználnunk, és hogyha jól látom, akkor itt vezérfogás is lehetséges, hogyha jól csináljuk, csak a lépés sorrenden gondolkozom. Ö, hogy hogyan kéne csinálni. Bástyaüti ide 1 meg a futóüti f gondolkozom hogy melyik lenne a jó. Elmondom, hogy mit szeretnék kihozni, most nem biztos, hogy ez a jó lépés sorrend, de valami olyasmit, hogy futóüti F3, bástyüti F3, bástyőti D1, futóüti D1, vezér D8, és akkor lóg a D1 futó és futó G5 fenyeget. Na most, na most ugye ezt szeretném kihozni, aztán kérdés, hogy ki tudom-e hozni. Um, és mi a jó lépés során, mert látszó nagyon hasonlóak. Ami biztos, hogy nem a jó lépés során, ez a bástyüti D1, futóüti D1, futóüti F3, mert akkor tudok futóval ütni, és akkor már nem lóg a D1. De így elsőre szerintem bástya D1, futó D1, ott vezér D8, mert lóg a futó, mondjuk futó L2, és ott futóüti F3, és következőbe futó G5 az nyeri a partit mit tud csinálni. Bástya D1, futó D1, vezér 8 bástya egy ott is futó üti F3, futó F3, futó 5 viszi a vezért. Hát szerintem ez nyer. Uh, itt most olyan nagy csapdát nem látok. Uh, tehát erre gondolnék, hogy leütöm, és ez a hátra menő vezérlépés, ez nagyon erősnek tűnik, mert így fogunk jönni, és ezt szeretném leütni. Uh, igen, szerintem ez most nyer, mert leütöm, és jó, hát valószínűleg nem kell visszajutni, de akkor vesztettél egy tisztet, és itt elfogom a vezéredet, ugye nagyon-nagyon be vagy szorulva, és, és ez kellemetlen. És a bástya d 1 kellemetlenkedsz, akkor azt leütöm, és bástya fórum lesz. Tehát ez, ez nem tűnik túlságosan szerencsésnek, sötét megnyeri a, megnyeri a partit viszonylag gyorsan. Talán lehet, hogy a futóelfárom is jó, de szerintem ez a legkényszítőbb is sorrend, amit csak tudunk alkalmazni. Nem, nem, bocsánat, a futóelfárom az nem jó, mert ha így csinálod, akkor ugye a vezér vissza tud védeni. Igen. Na most nagyjából így gondolkoznak szerintem a sakkozók. Tehát ugye sokan kérdeztétek, hogy hogy, hogy kell változatot számolni. Ugye valahogy így, tehát nehéz feladatokat kell oldani. Most nyilván én ezeknél szoktam nehezebbet is, tehát itt a motivum gyorsan beugrik, azért ennél mondjuk egy Kasparian tanulmány azért az több csavart rejt, de, de így jövünk rá, hogy mi a jó lépés, Olyan nagyon nagyban az intuíció az, ami segít az embernek. Jó, szerintem ezt is megoldottuk, és nézzük a következőt. Szintén sötét van lépni, és ha jól látom, itt borzasztóan állunk anyagilag, Bástya gyalogér van egy futóm, igen és mindkét király borzasztóan áll itt. <laughs> Csupa-csupa borzalmas dolog történt velünk. No. Ehm. Hát a H1 királya kéne valamit kezdeni, mert az összes többi figurája védve van, ilyenkor a védtelen figurákra szoktam rámenni. A D8 vezért nem hiszem, hogy ki tudjuk használni. Ehm. Most ugye egy kérdés, hogy mire játszunk, mert amúgy ez nem volt főír, vagy itt a Remi az jó-e nekünk, vagy nem de szerintem itt nyerésre kéne játszani, és az első lépés az mindenképpen a h g2, ami eszembe jutna, királyüti g2 és a futó h3-sak. Királyüti h3, ha mondjuk lépek egy futó f 2 sakkot ugye akkor király g2, vezér g3, király h1, vezér h3 az mat, tehát h 5 G2, Király 5 2 Futó H3, Király 3 Futó F2-re, Király G4-et kell, hogy lépj. Ö, vezér G3, Király G6, vezér, eh, Király F5, Vezér G6, Király E5, és ott lépünk egy F3-at az mint hogyha jónak tűnne, de mondjuk ott is még van király D5, az még nem egyértelmű. Na valami ilyesmi lesz, az biztos, tehát h 5 g király 5 g 2 vezér d 2 leütik, vezér 2 leütik, futó f 3 leütik, marad a futó H3 és az F3, az F3 az milyen? Királyüti G3, F2, Királyüti g az biztos, hogy nem nyerem meg. Jó, akkor HG, király G2, futó H3, királyüti H3. Ott kéne okostak lenni. hogy Máshonnan kéne a futóval sakkot adni. Futó H4. Felfedett csak királyüti H4 vezér G3, király H5, vezér G6, király H4, vezér g van egy örökös sakkom. Hát lehet, na ezt, ezt, nem tudom, és ezt nem is szeretem, amikor nincs odaírva, hogy mire játszunk. Jó, nyilván versenyparti közben se tudjuk, hogy ez, ez, elegendő. -e. HG király G2, futó H3, Királyuti H3. Öm, futó a futó F2 a leglogikusabb lépés, csak király G4, vezér G3, király f 5 tehát ugye ezt már néztük, vezér G6, király E5. Bocsánat, a futó F2, már nem is tudok F3-at lépni. Hát én most elsőre azt mondanám, hogy beadnám az örökös, akkor nyilván időtől is függ, hogy hogy áll az ember. Most HG, Király G2, Vezér E4, csak jutott még eszembe. Király G1. Hmm. Futó H2, Király H2, Vezér H7. Az milyen? Király G1, az rossz. HG király G2 vezérel egy király G1. 3. Király G2. De ott is van egy örökös akkor. Hát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy amúgy ti látjátok el a magoldást, mivel hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez most nyerni kell csak úgy automatikusan beírtam, hogy 0-1, ezért, ezért, nem vagyok benne biztos, én most elsőre azt mondom, hogy én nem látom a nyerést, én az örökös sakkot látom, megnézzük a megoldást, hogy hogy van-e, én most egyelőre ezt látom, hogy ide sakk, és akkor itt egy kényelmes örökös sakkon van, illetve ugye ez volt a fő változatunk, hogy futó H3, király H3, futó H4, király H4 vezérgiárom, és itt van egy örökös sakkunk. Itt most egyelőre jobbat nem láttam, uh, ugye ez volt a változatunk, hogy futó F2, sak, sak, és most akár ezt is üthetik, de itt se láttam, hogy feltétlenül mattot adnánk, sőt, szerintem itt biztos, hogy nem adunk mattot. Itt valami csavar lesz, vagy pedig csak ennyi a megoldás, hát csalódott leszek, ha örökös sakka a megoldás. Na nézzük az utolsót, és aztán ellenőrizzük az összes feladatot. Itt világos van végre lépésem. Hú, micsoda gyalogszerkezet! Ugye viccesen mondhatnánk, hogy azért ilyen tripla gyalogok azok ritkán szoktak létrejönni. És hát igen, ez nem az, amire az ember feltétlenül vágyik. Tehát sötét királya sokkal gyengébb a centrumban, mint a mi H2 királyunk. Anyagilag három gyalog hátrányunk van, az nagyon-nagyon fájó, de ez a három gyalog ez szerencsére izolált és tripla, szóval ez nem olyan vészes. És minthogyha ez a feladat, ez lényegesen könnyebb lenne, mint az előző, amit nem teljesen értek, hogy miért. De hát ugye itt a vezér 20 összjáték az nekem nagyon kiszúrja a szememet, hogy vezér B8 utáló F8-at elég nehéz lesz kivédeni. Hát vezér B8 után Ló F8 ez gyakorlatilag egy lépés és mattal fenyeget. Egyedüli lépés, amit tud lépni, az a futó G7, amire szintén Ló F8, futó üti F8, futó G6. És futó E8 mattot ki tudja védeni? Hát jó, had egy vezér H1 s azt leütöm. E szerintem nem tudja kivédeni, és akkor a világos mezőkön megnyerjük. Ugye azt szokták mondani, hogy aki elektétes színű futókkal támad, az tisztelőnyel támad. Szerintem ez itt is igaz. Ebben most azt kell, hogy mondjam, hogy nem látom a csavart. Szerintem ez így egészen simán nyer. Ezt, ezt meg is jelölöm, mert, már igazából nincs más lépésünk. Tehát itt, ha most engedjük, hogy a vezérét aktivizálja, mondjuk úgy egy vezér D4-et, akkor az már nem lesz az igazi, vagy Dóti D3-at lép. Szóval szerintem ez simán nyer, mert most 20 F8 mat fenyeget, csak és kizárólag futógietet léphetsz, ami úgymond kivédi a ló F8-at, igen, ám csak itt megjelenik az én futóm, és bemattollak, és az összes sötét mezőt fogom. Itt nem értem a trükköt, de, de remélem, hogy ez azért, mert ez, ez ilyen gyorsan beúrott. No, akkor elérkeztünk a kilenc feladat végéhez. Nem tudom, miért nem 10 van, ne kérdezzétek. itt mindig kilenc szokott lenni, és akkor ellenőrizzük. Megint csak előveszem itt az újságot, ugye láthatjátok, hogy nem volt nyitva, és akkor meg is nézném, hogy mi itt a megoldás. Azt mondja, hogy a megoldások a 83. oldalon vannak. No, és akkor visszafeléről kezdenénk, és akkor nem kell nagyon ugrálni. Utolsó feladat, Vilov Vovk Party, és ez következett tájtő Tuesday, tehát ez egy internetes verseny volt, hogy Vezér B8 ide, és futó pontosan ez következett, sötét huszár B7-et lépett, és akkor bemattolták futó E8-al. Jó, hát ez, ez így meglehetősen könnyű volt szerintem. E, oké, na erre kíváncsi vagyok, és ahogy sejtettük is, ez nem volt jó megoldás sajnos, akkor én úgy érzem, hogy egy hibával fogom végigcsinálni. E, e, Carson Pacár Party 2021 és írják is, hogy h 5 G2 már kérdőjeles lépés, mert pont ezt a két változatot adják meg, hogy futóhán egy után örökös sak van, és vezérén egy után örökös sak van, de a jó lépés, amire megmondom az őszintét most nem is gondoltam, az az F3. Hát igen, támadunk és G2 mattot akarunk adni, és azt mondja, hogy hát a GF futó F3 az mat, leütik és F2, és bevattoljuk futó F3-mal, vagy vezér F3-mal. Jó, ezt mondjuk illet volna megtalálnom, de ez valahogy nem annyira kényszerítő hiszen ez nagyon nem esik kézzel. Tehát aki ezt eltalálta, azt azt mondom, hogy le a kalappal és fantasztikus jó változat számítós. Szóval, szóval, gratulálok neki, nekem ez itt nem sikerült, és akkor úgy látom, hogy ha ezek vannak megemlítve, azért azt jelenti, hogy a legtöbb ember ezt számolta, hát itt akkor nem jutottam el a, a, a jó megoldásig. Itt. Ö, megint csak egy 2021-es parti, Vikuk Lomásov parti, egy azt hiszem talán szlovák nagymester, vagy cseh nagymester a Vikuk, ö, és pont ugyanezt írják, hogy a futó F3 nem jó lépés sorrend a vezér C1-es vali miatt, viszont ez igen, vezér D8, és futóüti F3 után itt ö, Sötét nagyon nagy bajba kerül Vagy világos nagyon nagy bajba kerül És a partiba az jött Hogy vezér D8 Futó C2 Futó üti F3 Bástya D3 És akkor futó d után itt feladta Mert elveszít egy tisztet Mert c 4 re még mindig van futó G5 Jó, ezt is eltaláltuk, szuper Hatodik feladat Arnaudov Krivurucsko futóüti H4, ezt is könnyen eltaláltuk, és e, ja azt mondja, hogy ha nem ütik le, akkor még talán egyszerűbb a futóüti G3, elfüti G3, G5 tel jövünk, de szerintem a simán visszahozzuk, az is jó, és akkor itt ebben az állásban futó d 1 lépett a világos, és Güti H4-re föladta. Ezt is eltaláltuk, szuper, e, következő, na erre kíváncsi vagyok, Nakamura Tari Party, no, Nakamura rajongók, biztos sokan vagytok itt, kérdeztétek, hogy játszottam-e már Nakamurával val játszani, nem játszottam, de most akkor úgy tűnik, hogy megfejtettem, amit ő is. Chessable Masters online verseny 2021, és a norvég fiút itt H5-tel verte meg, és hát nagyjából pont ugyanezek a változatok vannak megadva, ide, sak, sak, és ide, pontosan. Pontosan ez, a, ez, a, ez van itt nekünk megadva. No, hát ennek örülök, hogy akkor ezt eltaláltam. Szerintem ez volt, a, ez volt a második legnehezebb az összes közül. Akkor itt Mendonca Leon Luke, ugye itt lett Magyarországon nagymester, játszott világossal Kostolansk jellem, és 2021-ben itt Bástya G5 helyes lépés. Na erre mondtuk azt, hogy egy kicsit béna feladat, ezt még mindig tartom. És uh, Bástya f1 után, igen, Bástya d8 a jó megoldás, 25. f2 fenyegetéssel. Jó, oké, okay, és futó c 5 léptek amúgy a partiba, és ezt mondtuk, hogy leütik, és uh, feladta a világos. Megoldva, uh, Alexis Kavajev parti uh, világkupa. Uh, futó H3 lépés következett, ezt is megoldottuk, Bástőti C1 és Sötét megnyerte, szuperek vagyunk, itt Studer Nihal Parti, Nihal szerint biztos sokan szeretetik, szeretitek indiai tehetség, nagy taktikus, Studer Noelnek meg van egy kiváló blogja amúgy, ha érdekelt titeket, ő is egy erős svájt mester. És ez egy szép lépés, ez a futó f talán ez volt a legelegánsabb lépés az összes közül, legalábbis nekem ez tetszett. És ugye most vezérhágyiek, futó F2-k fenyegetnek pontosan és akkor nézzük az utolsót, ugye ez volt talán a, vagyis hát a legelső, nekünk most itt ellenőrzésben az utolsó, Bástya H2, szerintem könnyű megoldás volt, és e, ugye bemattoljuk az ellenfelet. No, hát akkor a végéhez érkeztünk, e, remélem, hogy tetszett nektek ez a gyakorlatias, e, hát úgymond edzés, e, amin itt részt vettünk, ez a videó. E, én 9-ből 8-at teljesítettem, nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogy tetszett nektek, hogy szeretnétek-e, hogy a későbbiek során is legyen ilyen feladatmegoldós, Uh, hát, uh, videónk. Arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányat találtatok el a 9-ből. Uh, arra is kíváncsi vagyok, hogy valaki eltalálta azt, amit én nem találtam el. És uh, arra is kíváncsi vagyok, hogy szoktatok-e ilyen hasonló feladatokat oldani a Magyar Sakvilágból, New Inches magazinból, uh, a 64 című orosz folyóiratból, uh, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki old, olvas szakirodalmat. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett ez a kicsit hosszabb videó is, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le a későbbi szimultáról és uh, snél és hamarosan innen folytatjuk. Sziasztok!